A dombóvária kenyere idén búzalisztből készült. Egy adalékanyagmentes félkilós házi cipóra esett a választás. Augusztus 20-a felé közeledve azt gondolom, hogy ez egy olyan ünnepünk, amelynek próbálunk egy picit Dombaváron is másképp hagyományt teremteni, hiszen július végén, augusztus elején az Európa Pékség jóvoltából kiválasztásra kerül az a kenyér, amelyik 2024-ben elnyeri a Dombavár város kenyere címet. Ez az alkalmat én mindig nagyon várom, hiszen finomabb pékárukat van lehetőségem megkóstolni, mert azért egy picit mindenkinek maga felé adjak a kezét, és a zsűribe én is kértem, hogy vegyenek be engem is. Az idén is 10 féle kenyérből választotta ki a zsűri az Európa Pékség által készített nyertes veknét. Nyilván azon túlmenően, hogy mi jól érezzük magunkat, amikor zsűriztük ezeket a termékeket, annál nagyon sokkal fontosabb, hogy a Dombavári Civil Szövetségben regisztrált civil szervezetek, mint egy 50 civil szervezet, kedvezményezetként megjelenik ebbe a versenybe, hiszen augusztus 10-től 16-áig Facebook oldalunkon lehet rájuk szavazni. Aki a legtöbb szavazatot kapja, az augusztus 20-án megkapja ezt a címet, hogy nekik gyűjtünk. Ez a gyűjtés nem szól másról, mint a Pékség felvállalta azt, hogy 2024. augusztus 20-ától 25. augusztus 20-áig az év kenyeréből minden eladott darab után 20 forintot a civil szervezet számlájára jóváért. Nagyon remélem, hogy a dombaváriaknak is fog ízleni ez a kenyér, és az általuk kiválasztott civil szervezet minél több támogatásba fog részesülni 2025-ben. A Dombovári Civil Szövetség közel 50 tagegyesülettel működik több mint 3 éve szoros együttműködésben a város önkormányzatával.